Sziasztok újra, itt vagyok a Trongszival. A mai videóban egy rövid kis menü elemzést fogunk csinálni, átnézzük a menüt, milyen firmware van rajta, és a videó végén csinálok egy tesztnyomtatást. Tartsatok velem! Nézzük akkor első bekapcsolás. Meg is jelent a főmenü. Azt mondja, hogy első bekapcsolás. Tehát kézi mozgatás. Azt mondja, hogy... Aha. Ez látszik a motorokon, hogy nem nagy gyorsulást raktak rá. Jó, leengedtem a tálcát, megpróbáltam összehozni a két képet, és akkor látni fogjuk mind a kettőt, hogy mit csinálok. Na nézzük. System. Kétféle nyelv van csak. Info. 20. Nincs semmi. Nézzünk egy home pozíciót. Tehát látható is, hogy érzékelte az asztalt, tökéletes. Nézzük akkor. Ugye itt voltunk mozgatásba. Preheat, ez a fűtés menü. Filament. Back, ki, extruder. Azt mondja, hogy level mode, auto. Most csinálunk egy autoszintezést, és megnézzük, hogy mit mutat. Közben, hogy láthatjuk, írja ki az értékeket, hogy mi jó, mi nem jó.
Hát ez így néz ki. Ventilátor. Ez lesz a tartyhűtő, a fan 1. Érdekes egyébként, hogy magának a nyomtatófejnek a hűtője is kapcsolható. És még a kapcsolható a harmadik hűtő, ami benn van az elektronikában. Z offset. Jó, elvileg oké. Ennyi lenne. Sok mindent nem tudunk állítani rajta, azért nem egy Big Tree-tek. És akkor indítunk egy testnyomtatást. Ahogy az látható, a nyomtatás megy szépen. Viszont azért, hogy az első nyomtatásnál vannak problémák. Méghozzá láthatjuk, hogy a hőfokok nem az igaziak. Oké, hogy az asztalt egy fokkal egy kicsit túlfűti, ez semmi probléma, az asztalt fűtés kiváló. Viszont a nozzle ott látszik, hogy 205 fokra van beállítva, össze-vissza ugrál. 208-209, tehát ennek nem pontos így a fűtése. Köszi, hogy megnéztétek a videót, tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, kattintsatok a csengőre, ne felejtsétek el a Voxelprint oldalát átböngészni, hogyha valamilyen cuccra van szükségetek. A videó leírásában megtaláljátok az ezzel kapcsolatos linkeket, valamint támogatói linket is. Én már elbúcsúzok, sziasztok! A csatorna fő támogatója a Voxelprint Kft.